Francisco utcáin. Karl Malden, Bács Ferenc. Michael Douglas, Dörner György. További magyar hangok. Vas Gábor, Nagy Gábor, Szerémi Zoltán, Kárpáti Levente. Az egyszarvú. Írta Jerry Siegman. Rendezte Virgil Fogel. Jó reggelt, atyám! Ne segítsünk valamiben? Köszönöm, nem kell. Harry hajója tegnap révbe ért. A felesége fiúgyermekkel ajándékozta meg. Tessék. Így rak Harry egészségére. Köszönjük. Majd én hazaviszem. Vigyázzon magára, atyám. Na gyere, Harry. Emlékszem, láttam már hajnalban, délben, éjjel. Akármelyik műszakban voltam. Nem tudom, hogy bírja. Ő azt mondaná, Isten miatt. Én azt mondom, talán. Fura egy ember, a saját törvényei szerint él. Tudtad, hogy régebben drogos volt? Most csak ugratsz. Ez komoly? Úgy hallottam, kereskedelmi hajós volt. Burmában nőtt fel, ahol könnyen hozzá lehet jutni a droghoz. Rákapott. Majdnem elűzték. Hogy úszta meg? Azt mondják, valami patkányúban bújt meg. Egy katolikus pappal. Majd egyszer kérd meg, hogy neked is meséljen. Nem volt unalmas az élete. Nézd, ott a büféskocsi. Kíváncsi lennék, mit keres itt. Ilyenkorán senki sincs itt. De nekünk jól jön. De örülök, hogy látom. Van egy kis kávéja? Sajnálom, most zártam be, épp hazafelé tartok. Most zárt be? Inkább most kellene nyitnia. Volt egy kis gond a kocsival, bedöglött a vízpumpa. Velünk igazán kivétel tehetne. Meg kell javítanom a vízpumpát. Ugyan már! Adjon egy kávét, meg pár fánkot! Hé, hová lett a kaja? Mi folyik itt? Morgan itt volt mellette. A kórház szerint még nem tért magához.
Vigyék el innen. Szóljon a kapitánynak, hogy értesítse a feleséget, ne a rádióból tudja meg. Meg lesz Mike. A fickó szinte szénné égett. Beletelik egy időbe, míg azonosítják. Morgan tára üres volt. Véd egyáltalán nem nőtt. Ezt a hármat találtam. Automatából való. Nem valószínű, hogy lett volna ideje újra tölteni. A fegyver nincs itt? Nem találtam meg. Ha ezek itt voltak, akkor valaki lőtt is. És úgy már nem is egy sima büfés kocsival van dolgunk. Csak volt. Ugyanis már kibelezték. Valaki a kaján kívül mást is keresett itt. A hajókra lopkodtak? A hátsó ajtó nyitva volt. Többen kellett, hogy legyenek. Lehet, hogy Morgan és Wade meglepte őket. A teherautó miért robbant le? Kiukasztották az üzemanyagtartályt. Unikornis, ez az. Mit tudsz az unikornisról, barátom? Az egy szarúról. Magányos. Egyedül él. A mítoszokban sok mindent jelent. Csak egy módon lehet elkapni. Hogyan? Ha egy szűzölébe hajtja a fejét. Te már csak tudod, mi? Az ilyen jellegű információ mindig gyorsan elér téged. Mintha ez valamiben rögzítve lett volna. Morgan magához tért. Magával akar beszélni. Köszönöm. Nézze meg a teherautó motorszámát, tudja meg, kinek a nevén van. Rendben. Steve, te nézd át a dolgokat, derítsd ki, mit szállított a hajó. Jó. Még valami. Tudd meg, milyen cégek használják ezt az unikornist. A emblémaként. Igen. Én bemegyek a kórházba. Wade benyúlt egy fánkért, és valamit meglátott, de nem tudom mit. Egy másik fickó egy csomaggal jött le a hajóról. Aztán felrobbant a kocsi. Wade-nek esélye sem volt. Közvetlen közelről lőtték le. Nem tudom, van-e összefüggés, de valahol eltalálhattam az üzemanyagtartályt. Mert a kocsi lángra robbant, és a fickó mögé esett. Mi lett azzal, aki a csomagot hozta? Ha jól láttam, sikerült eltalálnom. Egyiket sem ismerted fel? A teherautót ismertem, minden nap a dokban volt. Csak nem ez a két fickó szokott rajta lenni. Hanem kicsoda? Valami Logan nevű fickó. Ő szokott kávét adni, évek óta ezt csinálja. Volt még valaki a környéken? Nem, csak Skarnatja. Valami részeget vitt haza, de ő már rég elment, mire a robbanás történt. Nagyon sajnálom Wade-et. Volt valaki a feleségénél? Persze, gondoskodtunk róla. Ez a halott férfin volt. Jé-ó. Lehetséges, hogy Johnny Orton éjjeli őre a kikötő raktárban. A rakomány őrzése helyett elintézte Wade-et. Stone? Igen. Már is írom. Burt Logan. Mi a címe? 824. Megvan. Köszönöm. A büféskocsi szerepel a nyilvántartásban. Na és? Látott valaki valamit? Nem. Mi van a hajóval? Nagyrészt nagy terjedelmű áru. Teja, textil, dohány. A kikötők Szingapúr és Hongkong. Az egyetlen dolog, ami ilyen... Várj egy percet. Szingapúr és Hongkong között nagy a távolság. Mi van a közbelső kikötőkkel? A hajóügynök ezt a kettőt említette. Akkor ellenőrizd a papírjait. Rendben. Egy dolog van, ami a hajóraklevél szerint hiányzik. Mégpedig két doboz kobra méreg. Micsoda? Kobrák méreganyaga. A címzette a Jason vegyi üzem itt a városban. Dr. Jason már kint vár. Szóval egy büféskocsi összeáll egy...
tengerésszel, hogy ellopjanak. Pár láda kobra mérget, vajon miért? Nem tudták, mit visznek el. Arról a hajóról nem sok mindent lehet daru nélkül elhozni. Van olyan cég, amelynek unicorn is a szimbóluma? A környéken csak egy. A neve Unicorn Enterprises. És jójókat gyártanak. Kígyóméreg is jójó. Mm-hmm. Nagyszerű párosítás. Inkább nézzük meg ezt a Dr. Jason. Jó. Dr. Jason. Ez Thornhill nagy. Foglaljon helyet. Köszönöm. Tudják, mennyit tűnt el a szállítmányomból? Úgy tűnik, csak 2 láda kobra méreg. Biztos, hogy a méreg? Igen, miért? Mert szörnyen nehéz hozzájutni. A kobrákat nehéz rávenni az együttműködésre. Miért kellene bárkinek is pár doboz kobra méreg? A kutatáshoz. A kobra méreg a motorikus idegrendszert támadja meg, és tudja, a cégünk épp izom problémákkal kapcsolatos kísérleteket végez. Izomsorvadás, görcsök, daganatok. Értem. Mivel foglalkozik még a cége? Egyéb dolgokat is importálunk Dél-Kelet-Ázsiából. Ritka gyógyszereket, például kardamómumot, sellakot, benzoint. Azt használják a parfümökhöz? És hashajtókhoz. Doktor úr, a szállítmány többi része érintetlen. Egyszerűen nem fér a fejembe, miért sétálna el valaki néhány doboz kobra méreggel? Ezt én sem értem, uraim. A szakterületemen kívül ez nem sokat ér. A versenytársaknak pedig nem kell lopniuk. Nem tudja, mennyit ér a fekete piacon? Itt nincs fekete piac. Csak hogy tisztázzuk a dolgokat. Hogy voltak csomagolva az eltűnt ládák? Kis mahagóni dobozok voltak benne. Volt azonosító jelzése? A hongkongi szállítom úgy gondolja, hogy a kígyók ellentmondást képviselnek. Hogy a mérgük egyfajta győzelem a betegségek fölött. Gyilkolás helyett gyógyítanak. Megvan. Ez volt a halál és feltámadás ősi alkímiai szimbóluma. Beszélnek, hogy élt Burmában a misszionáriusokkal. Miért kérdezi? Olyan utcai doktorféle volt, nem? Ehhez több kell. Nekem csak maga van. Tessék. Vágja ki belőlem. Orvosra van szüksége. Vele megjön a város összes zsarúja. Nézze, nem tudom mit tett, de annyira nem lehet szörnyű. Két zsarút lőttek le ezzel a fegyverrel. Maga tette? Majdnem, ott voltam. Az nem ugyanaz. Nem maga húzta meg a ravaszt. A bíróság előtt mindegy. Isten előtt nem az. Nem ismerem Isten törvényeit, Skarn. De tudom, mit csinálnak a zsaruk azzal, aki zsarut ölt. Adja ide a fegyvert. Kiviszem innen. Felejts el! Nem halhat meg egy ilyen mocskos helyen. Erre hamarabb is gondolhatott volna. Még mielőtt idejött. Na, mozgás! Köszönöm.
sérült meg, Abel? Nem tudjuk, Mrs. Logan. Magának kereste a bajt, te is tudod. Egész életében azt csinálta, amit a bátyja kért, vagy mondott neki. Ha megtalálják őt, az első dolguk lesz, hogy segítenek, igaz? Uh-huh. Velem is dolgozhatott volna. Megmondtam neked, nem? Az a büfés kocsi. Hogyan került a sógorához? A vízpumpa miatt. Mostanában gond volt vele. És Abel mondta, hogy ő jó szakember. Csak adjuk oda neki a kocsit, és pár óra alatt megjavítja. Ez hány órakor volt? Úgy 6 körül. Épp vacsorázni készültünk. Nem tudja, hol lehet a bátyja? Nem. Abelnek sok jó tulajdonsága van. Higgyék el nekem. Mrs. Logan, a bátyja ellen már általános körözést adtunk ki. Ha találkozik vele. Mondja meg neki, hogy jobban teszi, ha feladja magát. Sokat érhet, ami ebben a csomagban van. Az biztos. Mi van benne? Sells, Arizona. Ezt nem értem. Egyszer hallottam arról a helyről. Dolgoztam egy fickóval, aki onnan jött. Gyűlölte. A fél életét ott töltötte, de imádta ezt a büdös óceánt. Azt mondta, semmi pénzért nem menne vissza Sellsbe. Úgy hangzott, mintha paradicsom lenne. Menjen be. Meleg van, és száraz a levegő. Egy maroknyi ember. És rengeteg hely. Hát igen, a kikötői rendszerint hajnal egykor ki kell vontatni a kicsikét. Addig itt maradok, amíg el nem érünk. San Diego-ba. Én és a kincses láda. Aztán meg elmegyek Sellsbe. A pénzen, amit ezért kapok, nyitok egy kis műhelyt. A sivatag közepén sok a koszos motor, meg a kocsi is. Valakinek meg kell javítani őket, ha bedöglenek, nem? Tudja, mi van benne? Csak azt tudom, hogy pár öltönyös fickónak 500 dolcsit is megér. De inkább megtartom és magam adom el. Legalább 10-szer, vagy 20-szor annyit kell, hogy érjen. És pont annyi kell. Abel! Nyugi! Ne aggódjon! Csak ez az egy utam lesz. Ez csak álom, Abel. Nem hiszem. Beszéljen nekem álmokról, jó? Tudom, miket mesélt a misszióján azoknak a szerencsétleneknek. Itt már semmi sem számít. Majd a mennyben jobb lesz. Ez nekem most kell, és meg is szerzem. Én arról a lövésről beszélek. A bal oldalon, a bordája alatt. Elfertőzi a májat, a lépet és a hasnyálmirigyet is. Orvosi beavatkozás nélkül 8-10 óra alatt elvérzik, vagy hashártya gyulladást kap. Azt hittem, ennél azért többet tud. Használja már végre azt a kést? Nem. Egy rozsdás bicskával nem segíthetek magán. De a rendőrségen igen. Hát persze. Kap egy kitüntetést életmentésért. Isten arancsillaga, nem? Megmondom nekik, hogy nem gyilkos. Megölhetett volna, de nem tette. És ne dobálózzon Isten nevével. Maga is a fia, akár tetszik, akár nem. Abel. Most 10 órát mondott? Annál nem több. Akkor menjen és hozza ide, amire szüksége van. Fent leszek az egyik kabinban. Lehetetlent kér. Vagyis csodát? Erről szól az egész meséjük, nem? És ajánlom, hogy egyedül jöjjön. Ha meglátok valami más pofát, megkapja, ami még a tárban van. Az utolsó kivéve az az enyém. Nincs jogunk emberi életeket elvenni. Még a sajátunkat sem. Akkor nagy baja lehet Istennek. A dokk nagy területen fekszik. Igen. Tessék. Köszönöm. Megsebesítenek. A saját húgodhoz nem mehetsz, mert a sógorod nem bírja a képedet. Ismered a kikötet, mert egész életedben ott éltél, olyan, mint az otthonod. Hová mennél, ha megsebesülnél? Messzire, hogy ne találjanak meg. Talán.
Nézzük meg az indiai kikötőt. Én már megnéztem, be volt zárva. Nézzük meg még egyszer. Ha valahol be lehet jutni, az jó buvoly. Mint egy Sánkhájba tartó hajó. Az nem esik a hatáskörünkbe. Az XK-14817-es mobilegység. Helyi hívást szeretnék. A szám 824-7996. Halló. A taxit kérnék dr. Robert Jason részére. A Sutro romokhoz. Köszönöm. Szálljon be. Telefonáltam Vegasba, de nem álltak szóba velem. Beszélt a rendőrséggel. Muszáj volt. Behívattak, hogy írjak egy jelentést és állapítsam meg, mi hiányzik. Azt mondta a szállítmány... Kobra méreg, ahogy a hajórak levélen is állt. Nézze, tudnom kell, hányadán állok. Pontosan ugyanúgy, ahogy tegnap, Doki. 250 000 dollárra tartozik az embereimnek. Hová megyünk? Mit tudnak még a zsaruk? Semmit, nem mondtam el semmit. Mit találtak a doknál? Csak egy üres töltényhüvelyt. Mit mondjak, elég drága lövés volt. A másik tár még félig van. Így is többet ér, mint amivel tartozom. Igen, de a másik láda nincs meg. A rakodó munkásnál van. Hol? Valahol. Hová megyünk? Nézze, én elvégeztem a részem. Megmondtam, mikor érkezik a szállítmány. Maga felbérelt azt az embert, meg a másikat a hajón. Az, hogy elszúrták a maga felelőssége, nem az enyém. Hogyan szerzi vissza a ládákat? Hogy szerzem vissza? Nem tudom visszaszerezni. Hát, esetleg akkor, ha tartom a kapcsolatot a rendőrséggel, ők látták elfutni az emberét, és úgy hiszik, hogy megsebesült. Megsebesült? Igen. Súlyosan? Fogalmam sincs. De ezt ők sem tudják. Lehet, hogy meghalt. És a csomag az öböl alján úszik. Nem, nem. Szerintük a dok környékén bújhatott meg. És ha közelükben maradok, megtudhatom, mire készülnek, hol keresgélnek, és úgy magának is szólhatnék. Vagyunk. Mondja csak, Doki. Igaz, amit megpróbált beadni? A rendőrséggel kapcsolatban? Igen, azt hiszem, a közelükben tudok maradni, és akkor mindenről beszámolok, amit csinálnak. Viszlát, Doki. Kérem, meg tudom csinálni. Komolyan! Kifelé. Köszönjük.
el, Doki. Én is tudom, hol találom magát. Találtok már bármilyen újabb nyomot? Egyelőre semmit, doktor úr. Biztos, hogy minden elérhető emberét ráállított az ügyre. Doktor. A kutatásunk kritikus ponthoz érkezett. Elég. Doktor úr. Megöltek egy fiatal, kiváló rendőrtisztet. Meg fogjuk találni azt az embert, aki elkövette. Egy valami még mindig nagyon foglalkoztat minket. Hogy lehet, hogy valaki odament a szállítmányhoz, és pont azt a két dobozt vette ki? Lehet ennek valami oka? Nem hiszem. De úgy hallottam, mostanában sok lopás történt a dokban. Doktor úr, ki tudott még a szállítmányról magán kívül? Hát, a beszállítóm, a vámosok, a szállítmányozó alkalmazottjai, titkárnök, egy tucat ember. Készíten egy listát a nevekről? Természetesen. Köszönjük. Atyám, fáradjon be! Van egy perce már? Bármikor. Dr. Jason, Szkármatya. Doktor úr. Örvendek. Steve. Összeírnád a neveket a doktor úrnak? Persze. Bocs, hogy így veröntöttem. Nem probléma. Csukja be. Örvendek, hogy bejött, Joe. Már épp meg akartam keresni. Hallott Morganról és Bédről? Igen. Morgan szerint maga is járt odokban, azért, hogy rájuk támadtak. Nem láttam, hogy mi történt, ha erre céloz. Uh-huh. Igen, és megkaptam a választ. Tessék, foglaljon helyet. Mit tehetek önért? Nem nagyon maradok. Már bejártam a várost. Minden ismerős orvost megkerestem. Mike, a segítségét kérem. Hallgatom. Orvosi eszközök kellenének. Azt hittem, amióta eljött a dzsungelből, nem praktizál. Kérem, Mike, az egyik fiam bajban van. Ugye Abel Hoffmanról beszél? Igen. Csúnyán megsebesült. De ehhez én már kevés vagyok. Nem tudom elhozni, és orvost sem enged a közelébe. Csak szeretném megmenteni az életét. Hol van most? Nem árulhatom el. Maga is tudja. Még nála van a fegyver? Igen. Meggyonta a bűneit? Igen. De nem tudta feloldozni, mert nem adta át a fegyverét. Tényleg nem tudtam. Nem is akartam. Tudja, nekünk hivatásunk van. Mindketten a könyvünkben keressük a válaszokat. Csak nem ugyanabban a könyvben. Az az ember megbízott bennem. Megmondom, mit csinált még. Egy rendőrt kórházba juttatott, egy másikat a temetőbe. Nem, Mike, nem ő Joe. Volt. Ő nem ölt meg Joe. Senkit, és nem is fog. Hallgass, urám! Ezt hadd csináljam én, rendőr vagyok. Én meg pap. Ha én intézem, senkinek sem esik baja. Különben Abel Hoffman ölni fog, ha nem az egyik emberét, akkor saját magát. Ezt ő mondta? Azt mondta, hogy egy golyót megtart. És én hiszek neki. Nem akarom, hogy a lelkemen száradjon is maga. Ha egy mód van rá, én sem. Segíthetne, Mike. Szerezze meg ezeket az eszközöket. Aztán mi lesz? A többi rajtam múlik, hogy meggyőzzem. De ahhoz életben kell maradnia. Ilyen alkuban nem mehetek bele, Joe. Főleg nem engedély nélkül. De ismeri azt, aki megteheti. Nem mehet be, még te sem. Csak tudni akarom, hol van. Rendben. Viszlát. Hoffman az a dokmunkás, akit kerestek. Végzett már a listával? Még nem teljesen, de talán, ha visszamennék az irodámba, hogy megnézem a jegyzeteimet. Menjen. Telefonáljon, ha elkészült. Hívni fogom. Másodperc múlva lejön azon a dokkon. Ne hagyja, hogy kövessen, Harry. Nem fogja, atya.
Itt Dr. Jason. Megvan, amit kért. Wong Tao. Wong Tao. Mike. Te mit keresel itt? Ismered azt a mondást, hogy törődj a saját dolgoddal? Elvesztetted. Biztos, hogy a barátai segítettek neki. Jól van, hol láttad utoljára? A 31-es mólónál. Az a dokk kereskedelmi része? Tudom, tudom. Tudnia kellett, hogy valaki követi. Kérsz egy kávét? Nem, nem, most nem kérek. Hát jó átvágott, öregem. Valahol máshol tűnhetett el. Úgy tűnik, igen. Most mit teszünk? Bízunk benne, hagyjuk, hogy felvegye az orvosi eszközöket. Nézd csak meg ezt. A teherhajó naplója. A menetrendszerű kikötők Hongkong és Bangkok között. Ezek heroin kikötők. Honnan tudod? Ezt a területet, Burmát, Tájföldet és Laoszt aranyháromszögnek nevezik. A világ ópiumának 70%-a ott van. A nyersanyagot Szájgomba, Bangkokba viszik. Ezekbe a kikötőkbe. Morfiumot csinálnak belőle, aztán Marseille-be szállítják. A többi Hongkongba kerül, onnan meg az államokba. Akkor te tudod, mi volt a látákban? Az biztos, hogy nem kobra mérem. Mit találtál el? Jó volt a megérzésed, Mike. Ez a por heroin. Első osztályú. Gyere. Adjunk ki körözés Jason ellen. Halló, itt Kárnatya. Érdeklődnék, hogy hívott-e valaki. Egy bizonyos Mike Stone sem. Persze, értem. Orvosi műszerekről sincs semmi hír. Nem, köszönöm. Egy ideig nem leszek elérhető. Atyám! Atyám! Baleset történt. Egy férfi megsérült. Azt kéri, hogy menjen oda. Hova? Abba a raktárba. Azt hiszem, haldoklik. Jó helyen jár, atyám. Csak egy kicsit korán jött. A baleset még nem történt meg. Nézzék, uraim, halvány fogalmam sincs, miről beszélnek. Nem tud semmiről, igaz? Igen. Az baj. Körözést adtunk ki maga ellen. Nyakig ül a pácban. Mikor került bajba Vegasban, doktor úr? Tessék? Vegast mondott. Ott található a Sirocco Hotel, és amiatt van bajban. 3 hónapja 50 000 dolláros kötvényt adományozott a Sirocco Hotelnak. Nem tudom, miről beszélnek. Nem tudja, miről beszélünk? Mi tudjuk. Vegye őrizetbe. Gyilkosság. A narkotikumok a többi vádpont alá tartoznak. Várjanak! Én nem öltem meg senkit. Nem tudtam, hogy bárkit is meg fognak ölni. Ki tette? Még a nevüket sem tudom. Az sem, hogy mire készülnek. Csak elloptak 2 ládát a szállítmányból, amikor befutott a hajó. Mennyit ér a 2 láda együttesen? Körülbelül $500,000. Olyan sokkal tartozik nekik? Kicsit többel, mint 200 000. Őrült voltam. Nem vagyok nagy hazárdjátékos, de aznap éjjel állandóan vesztettem az asztaloknál, és nem tudtam abba hagyni, de fedezetem sem volt. Kiderítették, hogy vegyi anyagokat importál Ázsiából. És amit kértek, nem utasíthatta vissza. Nem, mert elvesztettem volna a cégemet. Az útleveléből kiderül, hogy 6 hete Bangkokba utazott. Beszerző úton volt? Igen, de mindent ők szerveztek. Mikor beszélt velük utoljára? Nem sokkal azután, hogy eljöttem maguktól. Mit mondott nekik? Elmondása szerint maga katolikus. Beszélt nekik Skán atyáról, jól mondom? Hogy véletlenül rátalált Hoffmanra?
Muszáj volt, meg akartak ölni. És mi lesz az atyával? Arra nem gondoltam. Akkor jobb lesz, ha most gondol. Lehet, hogy csapdába csalt egy papot. Ennyi elég. Utoljára kérdezem, atyám, hol a fickó? Nem mondhatom meg. Az nagy baj, atyám. Gyerünk, tűnjön el innen, mielőtt meggondolom magam. Miért engedte el? Egy halott pap senkinek sem használ. Egy keresztes hadjáratot folytató pap annál többet ér. Rajta tartjuk a szemünket. San Franciscói kikötői rendészet. Clint barátom! Hogy haladnak? Ahogy hívott, hadnagy, elkezdtük a keresést, de eddig sajnos semmire sem mentünk. Talán leszűkíthetjük a lehetőségeket, de semmi több. Megmutatom azt a térképet, amin rajta van az egész vízpart. A keresztek azokat a helyeket jelölik, amelyeket feltártunk. A körök a lehetséges pontok. Kiváló hely a rejtőzködésre. Azok a mentődokkok. Mentődokkok? Ahol azokat a rozsdás vödröket kötötték fel? Tökéletes búvóhely lehet a fickó számára. Feltéve, ha van, aki ellátja. Akkor igen. Elnézést, uram. Ott valóban lehet. Múlt pénteken hoztak be egy ócska hajót. Rendbe hozták, és azt hiszem reggel elvontatják. Mit mondtál, hol lépett meg Skarn? A 31-es mólónál, pont itt. 31-es. Félúton az Embarcadérohoz. Valószínűleg ő is oda tart. A helyében még egyszer átnézném a mentődokkot. Intézkedem. Itt a kikötői rendészet. Megmondaná, mi van a 36-osban? A Santa Elysium. Elvontatták San Diego-val. Értem, köszönöm. Hát azt mondják, hogy... Szerzett, atyám. Még nem. Mi az, hogy még nem? Mi történt magával? Éva, el kell tűnnie innen. Valaki megdolgozta, mi? Tudja, Éva, már keresik magát. Kik? Akik felbérelték. Ők tették ezt magával? Összeverték? Komolyodik a dolog. Nagyon kell nekik, ami ebben a dobozban van. Lehet, hogy többet ér, mint gondoltam. Biztosan. Tudja, mi van benne? Csak egyetlen dolog lehet, amiért ennyire küzdenek. A hajó Ázsiából jött, és egy ekkora láda. A francba. Belenyúltam egy hálózatba. Úristen. Megnézzük, mi van benne. Ha fehér por, akkor ez egy aranybánya. Maga a pokol. Bárki számára, aki kapcsolatba kerül vele.
hagyja itt. Hadd vigyék el. Jöjjön, menjünk innen. Azt felejts el, atyám. Az a csúnya hely, amiről beszélt. Most elég jól néz ki, nem igaz? Éve, hallgasson rám. Menjünk innen. A templomban megvárhatjuk, amíg megjönnek az eszközök. Vagy mehetünk a kórházba is, ahogy akarja. De nem engedhetem meg, hogy eldobja magától az életét. Ezt komolyan is gondolja, mi? Tényleg segíteni akar. Fejébe vette, és ezért jött vissza. Menjünk. Persze, felejts el. Magának teljesen elment az eszem. Hát még mindig nem érti, atyám. Hagyja itt a ládát. Ha megteszem, épp oly őrült vagyok, mint maga. Ha nem őrült. De legalább már tudom, miért csinálom az egészet. Nem csak reménykedem, hogy ez vagy az lesz. A dobozt. Miért? Ha látják, hogy nálam van, magát futni hagyják. Meg is tenné, mi? Adja ide! Tessék! Új üzletet ajánlok. Mi lenne az? Ha ideadja az árut, kijuttatjuk az országból. Ja, persze, tepsiben. A kikötő már nyüzsog a zsaruktól. Hogy akar élve kijutni? Ne törődjön vele. Van biztosítékom. Van. Thank you.
tudja, melyik a helyes út. Nézd csak! Ez egy rendes ember. Mike, tegnap ilyenkor még nem ezt mondtad róla. Azt tegnap volt, de nézd meg ma. Itt van, ahogy mindig. Kaptatja a járdát, mint a józsar. Tudálj neki! Hihetetlen egy fickó. Annak, aki egész életében járta a világot, és annyit volt külföldön, mint ő, nehéz lehet egy helyen letelepednie. Miért van ez? Nem tudom. Talán mert én soha nem próbáltam. De elnéztem azokat a nagy gőzösöket. Egyből olyan helyek jutnak eszembe, mint Tahiti, Fidzsi, Bora Bora. Te nem így vagy vele? Nem, én nem. És régebben? Régebben igen, de ma már nem. Hallod ezt? Igen. A Bora Borán nincsenek ilyen hangok. Az embarkádéró közelében minden egységnek. 2-11-es folyamatban a Kaliforniai és Bentori sarkán. Jelentkezzetek védelre. Tapos bele! Itt a 81-es. Indulunk!